A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Deák Lajosné, a 11-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért hívtam meg ide hozzánk, mert néhány hónappal ezelőtt már beszélgettünk a költségvetés elfogadása után az önkörzetéről, hogy mi minden történt azóta, illetve hát milyen nagyobb beruházások zajlottak le az utóbbi időben, az utóbbi években az önkörzetében. Miket emelnek ki így elsőként, ami esetleg most nem olyan régen zajlott beruházás, ami már elkészült, és amiről szívesen számolna be? Hát egy képviselőnek a legnagyobb öröme, hogyha fejlődik a körzet, és egy kicsit jobbá tehetjük ezt az életet, akik ott laknak bent ezáltal is. A legnagyobb öröm, amikor a járdáknak az utak valósulnak, illetve a közintézményeink, a gyermekeink olyan körülmények között tudnak iskolába járni, vagy éppen óvodába, ami tényleg egy családszentrikus, békés, kis harmonikus dolgok. Amit kiemelnék, hogy az intézményfelújítás, két nagyobb iskolánk van a körzetben, a Hétvezér Általános Iskola, illetve a Szénatéri Általános Iskola. Mind a két intézmény bekerült az intézményfelújítási programba. Itt a nyílászárók, a napelemkorrektor kaptak az intézmények, a vizes blokkoknak a megújulása, vagy a képes program keretében a Szénatéri Általános Iskola. Ott ugye egy újabb eszköz kapott a külső udvar, amit tudnak használni a gyerekek, vagy egy kiülőt, ahová különböző természet vagy környezet órát tudnak tartani az intézménybe. És volt ott egy széles körű összefogás is, az önkormányzat, a tankerület, illetve a területi képviselőasszonnyal meg tudtuk valósítani egy olyan fejlesztő szobát a gyerekeknek, ami egy méltó körülmények között vannak a hátrányos beteg, vagy éppen különböző magatartási problémával rendelkező gyerekek fejlesztési szempontjából. Azt nagyon szeretik, azt a szobát. És hát még ha a Szénatéri Iskolán tartunk, akkor azért ugye egy nagyon szép tornacsarnok is van, ami azért nagyon fontos, gondolom én, hogy a gyerekeknek a mindennapos testnevelésében. Igen, az hála Istennek, hogy nagyon sok gyerek jár az intézménybe. Nagyon népszerű az intézmény. És hát ez volt nekik a úgymond hiányos, vagy sportlás, vagy mi vagy az intézmények a létszáma megnőtt a gyerekek szempontjából, egy olyan sportcsarnokba tudjanak testnevelés órát tartani, vagy illetve az iskolába történő olyan ünnepségeket, ami abból mindenki befér. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várták a sportcsarnokat. Hát reméljük, hogy ott van egy hatalmas nagy tér, azt is, hogy a gyerekek belakják minden nap, hogy ott is egy kis változás, kis fejlesztések, vagy valamik fognak történni, hiszen az is a városnak a szíve, és ott is nagyon sok idős is lejár abba a parkba pihenni. Ugye itt már szó volt az intézményekről, a gyerekekről, a Gyöngyvirág óvoda és a Ne felejts óvoda is az önkörzetébe tartozik. Milyen helyzet ezekkel az óvodákkal, hiszen itt is történtek változások? Igen, nagyon szeretik a lakosság, mert a zöldövezetben lévő intézményekről beszélünk. Hatalmas nagy területtel, ha a Gyöngyvirágot vagy a Ne felejts úti óvodát nézzük, nagyon számos olyan szép kis fákkal, növényekkel van beültetve mind a két intézménynek az udvara, ami életszerű, és mind a kettő intézményünk öko iskola, úgyhogy fővonala is öko óvoda. Fővonala is az, hogy a gyerekeket a növény szerete, a természet szeretét megszeretessék minél korábban. Mind a két intézményben nyílászároknak a cseréje megtörténtek, tetőszerkezetnek a felújításai megtörténtek, illetve az udvarra kerültek olyan növények vagy olyan játékeszközök, amik a gyerekeknek a szabad mozgását segíti. A Gyöngyvirág óvodánál közvetlen mellette egy magánberuházás is történik, az is nagyon-nagyon életszerű, és nagyon várják már főleg az idősebb lakosok a Videóton környékén. Egy áruház fog oda nyílani, egy élelmiszeráruház, és ott parkolási lehetőség is lesz kialakítva, hogy az intézménybe érkező szülők, vagy le tudják tenni a gyerekeket, és biztonságosan ezáltal meg tudják közelíteni az intézményt. Ez is egy olyan beruházás, hogy figyelembe kell venni a területi képviselőnek és a városnak is, hogy a lakosoknak, főleg időseknek, akiknek pár méter is
nagyon-nagyon nehézkesen teszik meg, hogy közelségében legyenek ezek a kis üzletek, vagy egy nagyobb üzlet, ahol be tud vásárolni. Régen az ilyen kisebb lakótelepekben kialakították ezeket a szolgáltatóházak. Ott a szolgáltatóházban volt egy élelmiszerüzlet, egy fodrász, vagy egy cipész, vagy éppen ami életszerű volt, vagy javító, vagy tévéjavító, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Ezek ugye teljes mértékben megszűntek a kisebb lakótelepeken, és hát az idősek azok ott vannak, ott élnek életszerűen, és azért nagyon jó, hogy több kis áruház vagy üzlet, hogyha nyílik, akkor őnekik is megvan a lehetőség. Nem mindenki autóval jár, nem mindenki tud elmenni, de egy pár métert meg tud tenni, hogy meg tudja venni a mindennapi kis élelmiszerüket. Úgyhogy én nagyon örülök a beruházásnak, a lakosok nagyon szerették, hogy megtörténjen, és szerintem el is fog készülni. Már a szóba kerültek már az idősek is, a kicsik is, és itt a környezetben, a környéken van a Turozsáki Szabadidőközpont, amit azt hiszem, hogy az idősek is tudnak használni, hiszen Nordic Walkingolni rendszeresen járnak oda az idősebbek. Mennyire használják ki ezt a viszonylag új központot? Nem olyan régen volt a Be Active Night is, egyébként nem tudom, mennyire volt sikeres. Nagyon sikeres volt, meg hát szeretik is a környékben, nem csak a környékben lakók, hanem az egész városból meglátogatták ezt a rendezvényt. Nagyon jó, mert nagyon jó adottsága van a területnek. Ugye hatalmas nagy zöld terület, szinte mindenki megtalálja a sportot, a kedvére valót, amit szeretne sportolni. Tényleg a kisgyerektől az időség teljes mértékben a Nordic Walking, ugye az idősekre orientálva. Nagyon sok nyugdíjas klub keresi fel az egyesületet, és jönnek és edzenek. Nagyon jól el lett találva. Ivási lehetőség, víz van, szociális blokk van, a kosárlabda, a focipálya, a játszótér, nem is tudom, hogy hirtelen még mik vannak, nagyon sok minden van, úgyhogy nagyon szeretik. Mi is rendezünk különböző rendezvényeket, hogy életszerű legyen, mint az aszalvölgyi sportrendezvény, az is kimondottan a sportolásra. 11 évvel hívtuk életre ezt a rendezvényt, egy kicsit a fiatalságot, azt a pont a kiskamaszokat megszólítva, hogy sportoljanak és ne ide-oda menjenek, és azóta is életbe tartjuk ezt a kis rendezvényt, és hát Fehérváron 6 intézmény, 6 iskola jelenik meg ezen a rendezvényen, nagyon szeretik, és tényleg nem csak nekik, a gyerekeknek, hanem a környék lakosok is lejöhetnek, főleg idősek szoktak ilyenkor lejönni az aszalvölgyi sportpályára, és hát gyönyörködnek az ifjúságba. Szóba került itt már a beszélgetés elején az intézmények, az oktatási intézményeknek a felújítása, a hétvezér is. A hétvezérben is lett egyébként okos tanterem is, nem tudom mennyire hasznos, nyilván nagyon hasznos az a terem, majd erről is kérem, hogy beszéljen. Illetve a hétvezér előtt a közvilágítás is megújult. Igen, a hétvezér általános iskola előtt is van egy focipálya, és arra is érdemes lenne ugyan figyelni talán kicsit jobban a keretének a felújítására, majd megpróbálunk valahonnan esetleg költséget szerezni rá. Nagyon sokan használják azt a sportpályát, ez kimondottan az iskola előtti részről beszélek, és mivel szép régi nagy nyárfák voltak, egyszerűen annyira beárnyalkolták ezek a fák a járdának közlekedést, nem is volt oda kiépítve a közvilágítás, de most hála Istennek megtörtént, úgyhogy teljesen biztonságosan meg lehet közelíteni az intézményt. Ott ugye folyamatosan, amit lehetett, beépítettünk különböző kis parkolókkal. A parkolási lehetőség, ez ugye a reggeli időszakban, illetve a délutáni időszakban óriási problémát jelent, és tényleg köszönet a környékben élőknek a türelméért, mert a szülők nem biztos, hogy meg tud állni az iskolába, de a szomszédos utcába meg tud állni, úgyhogy de próbálunk minél arra törekedni, ami van lehetőség, és kialakítani olyan lehetőségeket, ahol tudnak parkolni biztonságosan a gyerekekért, akik jönnek, vagy éppen az intézményben dolgozó pedagógusok. Törekszünk erre. Az okos tantermet nagyon szeretik. Ugye a mai világ megkövetel egy olyan oktatást a pedagógusoktól, amire tényleg fel kell készülni, és a gyerekek szinte az internet világába, a számítógép, a számítástechnika világába élnek, erre fordul a világ, minden alapot megkapnak bármelyik intézményünkbe. A hétvezér általános iskolába is be fog indulni, ő is a 15 intézménybe belekerültek, és ott is különböző felújítási, nagyon szép lesz, csak ennyit mondok, előre láttam terveket. A külső vakolat, a nyílászárónak a cseréje, a szociális blokkoknak a felújítása, tényleg teljes mértékben meg fog újulni a hétvezér általános iskola.
Szerintem mindenki, aki ide jár ebbe az intézménybe, vagy aki ide járt, jó szívvel fog rátekinteni, vagy hozza ide a kisgyermekét az intézményükbe. Milyen tervek vannak a körzetét tekintve, mi minden vár még megoldásra esetleg? Hát ha egy kicsit összegesíteni kéne a feladatokat, ugye a legfontosabbak még nekem nagyon sok olyan jellegű járdarendszereknek a felújítása a Németh László utcában, ahol tényleg eléggé problémások ezek. 40-50-70 éves járdákról beszélünk, vagy illetve az utakra. A Kisteleki utcának a óriási nagy közlekedés van, ott is az útfelülethez hozzá kell nyúlni, mert olyan szintű kijavítás megtörtént, de teljes mértékben már koporréteg cseréjére lenne szükség az utcában. Szép lassan haladunk biztosan, hát meg az intézmények, ugye a legfontosabbak a gyerekek. Legfontosabbak azok, hogy biztonságban legyenek, és olyan méltó körülmények között nem csak belül a foglalkoztató szobák, vagy a tantermek, hanem kívül maga az intézmény is, vagy az intézménynek a környéke. Azt szoktam mondani, hogyha valami probléma van, és írnak nekem e-mailt, vagy telefonál egy idős néni, mindig ki szoktam menni. Én nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolatot. Kimegyek, megbeszéljük, megnézem, hogy mi a probléma. Utána közösen tudunk olyan irányba elindulni, hogy megoldódjon a problémák. Szerintem ez nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogyha közösen tudunk gondolkodni a lakosokkal, és azok a kis dolgok meg tudnak valósulni, amit szeretnénk, az egy óriási nagy előrejutás, és tényleg akkor közösen tudunk a sorsunkról gondolkodni. Pont a Szénatéren ott is egy belső téren a tizemetesek között is most a lakosokkal elkezdtünk, hogy mi az a fontos, ami egy kicsit úgy maga a teret jobban élhetőbbé tudják tenni. Ott is szeretnének virágos kerteket, az idősebbek, illetve a parkolás óriási nagy problémát jelent. Elindultunk egy irányba, elindult egy folyamat, próbáljuk úgy megteremteni, hogy tényleg beépüljön az a tizemetesek közötti tér is valamilyen szinten, meg tudjon újulni. Akkor ezek szerint a lakossággal elég jól tudja tartani a kapcsolatot, hiszen megtalálják bármilyen kérdéssel, feladattal, megoldásra váló problémával. De lakossági fórum, vagy bármi ilyen, amire hívnám most a lakosságot, van-e vagy lesz-e? Én tényleg úgy szoktam mondani, hogy elérhető képviselő vagyok, és arra is törekszek, hogy mindenkinek próbáljak segíteni, aki hozzám fordul. Nekem is vannak fogadóóráim a Királykút Emlékházban, minden hónap második hétfőjén. 17 órától 19 óráig vagyok ott, de lakossági fórumok is vannak általában a Hétvezér általános iskolában, vagy a Szénatéri általános iskolában. Ha egy adott beruházás történik, egy nagyobb beruházás, abban a pillanatban akkor utcafórumot, illetve lakossági fórumot hívunk össze. Én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet leközvetíteni a lakosság felé, hogyha különböző fórumokon megnyilvánulunk, vagy ott vagyunk. Mennyire aktívak egyébként az önkörzetében élők, mennyire jelennek meg ezeken az alkalmakon, mennyire próbálják így hát a hangjukat hallatni, vagy hát szeretnék, hogy meghallgassák őket? Hát vannak idős hölgyek, akik rendszeresen járnak a fogadóórámra, nagyon szeretem őket, átbeszéljük a dolgokat, talán nekik is egy kicsit kimozdulnak, vagy eljönnek. Én úgy gondolom, hogyha probléma van, gond van, vagy egyszerűen csak egy beruházás, felújítás, ha az utcát érinti, akkor az utcán. Ugye az utcaforumok azok nagyon sikeresek, illetve hogyha nagyobb beruházás a lakossági fórum, el szoktak jönni az emberek. Igénylik is, hogy ott a kis életterükbe történnek meg ezek a tájékoztatások. Szeretik nagyon. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és egy kicsit beszélgethettünk a körzetéről, és szerintem még majd nyilván lesz ennek azért folytatása, és majd még tudunk beszélgetni így a 11-es számú körzetről. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Deák Lajosné, a 11-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.